Bővül a Keszthelyi strand területe, új korzót és vendéglátó egységet építenek a Balatonparton. A focipálya jelentős része zöld terület marad, amelyet részben a jelenlegi városi strandhoz csatolnak. A tervek szerint mindössze 8,1%-os lesz a beépítettség. Olyan teraszos büféket létesítenének a pavilonsor és a hátsó nagyparkoló között, amelyek a tavaszi és őszi időszakban is kiszolgálják a vendégeket. A vendéglátóhelyeknek két bejáratuk lesz, egy a strand felől, egy pedig a korzó felől. Az első ütem várhatóan másfél milliárd forintból valósul meg. A zöld területek jelentős részben megmaradnak, a focipálya egyik része az a strandhoz lesz csatolva, marad zöld területként, és a focipálya közepén végigmenő korzóval mellette lévő büféépületekkel vendéglátó épületekkel egy új lehetőséget ad a balatoni szórakozás szabadidő eltöltés számára, úgyhogy az tavasszal és ősszel is jó körülmények között a kiváló környezetben biztosítható. A tervek között szerepel egy szökőkút kialakítása, ahonnan sétányokon érhető el a parkoló, az új korzó, illetve a strandbejárat. Ez utóbbit is áthelyezik, és jóval impozánsabb lesz a jelenleginél a kétszintes büfé épületeket úgy tervezték, hogy azok Keszthely történelmi múltjára emlékeztessék a látogatókat, ugyanakkor modern, minden igényt kielégítő egységek legyenek. Manninger Jenő elmondta, jelenleg az engedélyezési tervek készültek el, így most még van lehetőség a változtatásra. Keszthely polgármestere kéri a lakosságot, hogy írják meg véleményüket, építő építőjavaslataikat. El kell mondanom, hogy nem csak az országot építési tanácson, hanem a különböző tervtanácsokon is többször megvitatták ezt a tervet. Legutóbb a Keszthelyi tervtanács tagjai hívtam meg egy egyébként nem előírt, de egyeztetésre, ők is sok hasznos tanácsot adtak. Nyilvánvaló, hogy az építészeti stílusok olyanok, hogy kinek tetszik, kinek kevésbé tetszik, ezért is kíváncsiak vagyunk a véleményükre. Én azt gondolom, hogy viszont egy olyan színvonalas terv és külön kiemelték az építészek az Országos építési Tervtanácson is, amely a Balatonon is kiemelkedő alkotásnak számít, ezért kérem, hogy nézzék meg. Amennyiben az idén elkészülnek a kiviteli tervek, úgy a jövő év elején ki tudják írni a közbeszerzési pályázatot. Ez azt jelenti, hogy akár már 2025 őszén elkezdődhet az építkezés. A jelenlegi tervek a Balatonpart fejlesztésének első ütemét tartalmazzák. A későbbiekben rendezvény és szaunaházzal is bővül a beruházás.